Azért jöttünk majd ide Szegedre, hogy felszólítsuk a szocialisták európai parlamenti képviselőit, Újhelyi Istvánt, hogy tisztázza, ki újította fel a házát, ami itt Szegeden a szőregi városrészben található. Ha nincs titkolnivalója, akkor mutassa meg a felújításról a számlákat és a megbízásokat. A napokban robbant a hír, köztudott, hogy a Szevi építőipari vállalat egykori vezére azt vallotta, hogy cserébe az állami támogatásokért és megrendelésekért teljesen felújították Újhelyi István házát, és a felújítás egy közbeiktatott cégen keresztül végezték. A felújítás akkor értéke a Szevi vezér szerint körülbelül 30-40 millió forint érték lehetett. A hírek szerint a felújított ház mögött saját wellness központ van, szaunával, medencével, konditeremmel. A hatalmas telken borospincét, sétányt és kerti tavat is csináltak, illetve a házat kívül-belül felújították. Újhelyi István, aki a szocialisták egyik európai parlamenti listavezetője, napok óta idegesen cáfolja a hírt és fenyegetőzik. Itt az alkalom, hogy végre válaszoljon a kérdésekre, és tisztázza, ki újította fel a házát. Azt kérjük, hogy vegye elő és mutassa meg a számlákat és a megbízásokat.